Kedves nézők, a Tabuk tények mai műsorában folytatjuk a múlt héten megkezdett göröngyös, nehéz, elvont beszélgetésünket. A vendégem most is Kis Zoli, aki rendkívül szellemes, hát nem logikusnak tűnő a természet felfogásunkra nézve óriási kihívást jelentő kísérleteket végez, és pont ez a jelentősége. Ugye kezdtük az antigravitációval, a Zoli is hasonló kísérleteket, antigravitációs kísérleteket végez, mint a múltkor vendégünk, a Sarkadi Dezső, aki szintén kollégája volt a Paksi Atomerőműbe, de a Dezső fizikus, a Zoltán pedig mérnök, Szovjetunióba végzett. Zoli, mesélj akkor most a antigravitációs és energiakinyerési kísérletről, amit elkezdtük ugye a múlt adásba vesézni. Lássuk a tényeket. Szóval csináltam egy méter átmérőjű, 2,5 centi, tehát 1 méter átmérő gyűrűt, ami egy réz csőből van, és a rézcsőnek a átmérője 2,5 centiméter. És ennek megvan az ábrája, ezt fölfüggesztettem 3 lábra, és ebbe madzagra, a... 3 madzagon. Igen. 3 lábam volt, és föl volt függesztve egy... Igen. És rá volt csatolva egy 10 báros, vagy rá van csatolva egy 10 bár nyomású hidrogén palack, ami szintén 1 liter, úgyhogy a két, és a térfogat ennek a gyűrűnek 1 liter volt. Most a kettő együtt, tehát 5 bár van, 5 bár hidrogén van bent. És hogyha a hidrogént elkezdem gyorsítani benne, ugye van ilyen hidrogén gyorsító szerkezetben, amit csináltam, amelyik... Ezt hogy gyorsítod? Ionizálod, és aztán egy elektromos térrel megrántod, vagy pedig felrobbantasz, mit tudom én, egy patront, és az is meglöki, és körbe zavarja. Nem, van egy elektromágneses szerkezet, amely fúj. Tehát itt látszik ezen a képen a gyorsító fölfüggesztve, és látszik alul a rézgyűrű, egy méter átmérő rézgyűrű, mögötte pedig az akkumulátorok, amelyek táplálják ezeket a mágneses motorokat. Menjünk egyel tovább. Na, itt van rátéve az 1 literes hidrogénpalack, az 1 literes térfogathoz, és ott látszódnak azok a motorok is, amelyeket fölraktam a gyűrűre, kívülről, amelyek hajtják a hidrogén belül. Ezt most hidraulikusan kell elképzelni, vagy pedig valami külső mágneses meg elektromos tér hajtja, ugye? Magnetohidrodinamika. Igen. Az a másik. Igen. Lehetőség. Ez olyan szerkezet, amelyik olyan mágneses teret teremt, erről is beszéltünk a valamelyik adásban, hogy ez nem vonz, hanem taszít. Az egyik oldalán vonz, a másik oldalán pedig taszít, mert a szerkezetben olyan, hogy ugye egy másik elektron mind a két oldalán szív, de ez egyik oldalán szív, másik oldalán fúj. Most, hogyha elé teszek egy, ott kell lennie egyébként ennek a videónak is, ha elé teszek bizonyításképpen egy füstcsíkot, akkor a füstcsíkot így eltolja. És ha kikapcsolom, akkor a füstcsík visszajön. Itt van. Ott a videó, megnézhetjük kétszer is, ugye bekapcsol, elkezdi fújni, most kikapcsol, most újra eltolja, és akkor visszajön. Tehát van egy olyan állapota, amelyik, ha még egyszer megnézzük, itt látod, itt van. Igen. Itt fújja előre és kidomborodik maga a... Látszott szépen. Na most ezt megcsinálja a füsttel, annak bizonyítása, hogy a hidrogént is elkezdi taszítani. 13 motor elkezdi a hidrogént, elkezd melegedni a
egyébként a rendszer, és ki kell kapcsolnom 80 foknál, mert nem akarok otthon nevű problémát. És akkor a hidrogénnek ez a gyorsított állapota, ez képez egy olyan kvantumhatást, amire a hidrogénnek nincsen szüksége, és ezt leadja. Ugye, ez ugye az antropomorf, az ember központú magyarázat, mert azt mi nem tudjuk, hogy a hidrogénnek mire van szüksége, ezt mi gondoljuk így. Van egy egyensúlyi állapot minden Igen. elemnek, az a belső működés. Most mi is úgy vagyunk, nekünk is van egy egyensúlyi állapotunk, Igen. hogyha ezt elkezdjük feszíteni, akkor elkezdünk izzadni, mert nincs erre szükségünk. Most ebben nem akarom Igen. ezt profánnál tenni, de tulajdonképpen ugye ez a kísérlet tárgya. Igen. És hogyha a gravitációnak van kvantumhatása, akkor a kettő együtt konfliktusra kerül. Hát ez egy nagyon meglepő és jól látható kísérlet volt, hogy tényleg odébb nyomja a füstcsíkot, és hidrogénre ez talán még erősebb hatás, Így mint van. Levegőre. Nagyon gyorsan melegszik. Na most ez a konfliktus megemeli a gyűrűt. Mennyivel? Hát 0,175 milliméterrel, az óriási emelés. Ugye azt nem tudom megmérni. 0,0175 milliméterrel emeli hát ezt meg. Nehéz mérni, mert ez 1/100 milliméter. Nem is úgy mértem, hanem volt egy hosszú kar, azt is látjuk, és a kar végén volt egy mutató, és volt egy ellensúly, és ki kellett várni, ez egy hajnali mérés, majd itt lesz az a videókban, hogy, és ahogy a kar, itt van, ahogy a kar mozdult a másik oldalon, hogyha ha hangot rágyuk, akkor csípelnek madarak, mert hajnalban van, mert lejte, és itt már egy milliméter között mozog a két méteres. Igen, két, már leolvasható. Na most, hogyha ezt vissza, itt a 0,304 milliméter volt a mozgás. Uh-huh. És hogyha ezt visszaszámolom a két méterre, úgy jött ki a 0,0174 milliméter. Vagyis ez az, ahogy hívod, antigravitációs hatás, ez a konfliktus megemeli a gyorsítót. Ez egyszerűen nem. Igen. De ezt azért mondtam az előző adásban azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket azt gondoljuk, hogy ez csak a fénysebesség közelében történik. Ez a hétköznap életben történik. Most én úgy meglepődtem, nem tudom, lehatunk-e minden, hogy azt mondtam, hogy ezt ki kell próbálni úgy is, hogy súlyát mérem. Az még sokkolóbb volt egyébként. És akkor a szerkezet úgy módosult, hogyha oda megyünk, nem tudom, pontosan láttuk-e a videón azt a mozgást, amelyik négy egymást követő stádiumot mutat. Az első, amikor elindul, akkor egy pici mozgás, utána, amikor elkezd gyorsulni, akkor még jobban mozog, és amikor kikapcsolom, akkor viszont visszalendül. Tehát teljesen a hétköznapi módon viselkedett és amikor megállítom, akkor 5 órát kell várnom, még megáll. Uh-huh. Tehát 25 perc alatt tovább nem szabad, mert melegszik, nagyon melegszik a belül a hidrogén a gyorsulás miatt, akkor kikapcsolom, akkor belendül, és 5 órán keresztül leng vissza, hogy visszajön az eredeti helyzetben. Van egy grafikon is itt, amiben ezt mutattam, hogyha tovább megyünk, akkor lesz egy grafikon, amelyiken ez a mozgás mutatja, mozgás lehet mutatni. Itt van. Tehát az első részen ott van egy statikus egy állapot, amelyiknél szintén van mozgás az elején, de aztán megáll, és utána elkezd csökkenni, elkezd a vége lefele menni, amíg emelkedik, és amikor kikapcsolom ott a pirosnál, akkor viszont újra elkezd beleng, mert a kikapcsolásnak a hatás azonnal megszűnik. És utána 5 órát kell várnom, még az eredeti állapot visszajön. Tehát tulajdonképpen le se áll belül a mozgás, hanem tovább. Na most, tehát magyarán, hogyha egy repülő csészealjat szeretnénk építeni, akkor a csészealj peremébe lenne a hidrogén gyorsító, és akkor úgy lehetne repkedni, mit tudom én, egy másik csillagrendszerbe. Pontosan. Próbálkoztam ezzel is egyébként, csak nem sikerült még ezt előállítani. De ezt a kísérletet meg kellett ismételnem súlyra, az még sokkolóbb.
Tehát ha tovább megyünk, itt van. Tehát nagyon nehéz olyan, és 11 kiló a súly ennek a szerkezetnek. 11 kiló. Hát ugye rajta van a palack, igen. Aztán maga a gyűrű, ahogy motorok, a mágnesek, igen. A kapcsolók, és nagyon nehéz olyan műszert találni, amelyik, olyan mérőeszközt találni, amelyikkel úgy tudok mérni, hogy pontosan, mert 11 kilót azt asztali méreggel nem lehet, viszont a 20 kilós fölfüggesztett mérése pedig 0,5% a mérési pontosság, de azt használtam, hogy az ismétlési pontosság az 10 gram. Uh-huh. Tehát ha valamit megmérek, és azt megismétlem, akkor 10 gram differencia lehet csak. Tehát a különbséget. Így van. Igen. Na most, hogy mérjem meg? Mert tudod, azért egy ilyen hatást úgy megmérni nagyon nehéz, hogy csak. Hát fogtam, és elkezdtem leengedni. Tehát itt van az mérőeszköz, és ha megyünk még egyet, itt van fölfüggesztve, és megyünk még egyet, akkor itt látszik, hogy csavarhúzóval elkezdem leengedni a eszközt. Van róla egy videó is egyébként, hogyha azt megmutatjuk. Itt mutatom, hogy most teljesen az, nincs a súlymérőn semmi. Majd fogom mutatni, hogy nulla, és most lekapcsolom, leakasztom, hát ott nincs rajta semmi. Igen. A láncokon függ a gyorsító. Most beakasztom, és elkezdem lefele engedni, elkezdem ráengedni a mérlegre, vagy a súlymérőre magát a gyorsítót. Most ez nem megy végig, hanem a következő videón látszik, amikor leír, és ráterhelődik, és 11,06 kilót mutat. A következő videó ezt fogja mutatni. Hát ez egy nehéz mérési probléma, mert kis különbségeket kell megmérni. Igen. Nagy Igen. tömegnél, vagy nagy súlyerőnél. Hosszú idő alatt konzultáltam a gyártójával. Uh-huh. Ugye ez nem egy reklámfilm, de nem tudom másképp mutatni. Igen. És hosszú időn keresztül, mert az eredmény olyan volt, hogy mikor elkezdtem leemelni, akkor meg kevesebb volt. Tehát ha arulról kezdtem fölemelni, akkor egy 11,06 volt, és amikor meg fölfele álltam meg, és már nem volt a mérlegen semmi, akkor ennek kevesebb volt. Egészen pontosan ott ebben az esetben 10 valamennyi. Ez egy úgy tűnik, hogy nyúlásmérő bélyegen alapuló elektronikus hát erőmérő szerkezet, attól függően, hogy mekkora az erő, megnyújtja egy a hajszálnyit, és elektronikával, jó erősítővel ezt ki lehet mutatni. Most van egy diagram, amelyik mutatja, hogy minden egyes esetben így történt. Most ebben tulajdonképpen Harvardot is igazoltuk, mert ha lent, az ejtők is lehet, itt a frekvenciás, szóval, mert ha lent növekedik, akkor ez egy blue shift, ha meg fönncsökken, akkor meg egy red shift. Tehát ebben az egyszerű kísérlettel is igazolható a harvardi kísérlet, pedig ott nem, itt súly van, és nem pedig frekvencia. De elvégeztem úgy is, hogy nem. Nincs gyorsítás. Most ez a diagram mutatja, hogy minden esetben a lefelő menő ág és súlya több volt, mint a fölfelé. A piros, az üresek azok a, uh-huh. azok a fölfele húzás, és a teli pedig a leengedésnek a, azért minden áldott esetben, még akkor is, mikor egy minden áldott esetben, ha megyünk a következő ábrára, itt pedig ha nem gyorsulta, akkor mindig egyforma volt. És ha fölakasztottam egy vödröt 11 kilós homokkal, uh-huh. Akkor is ilyen volt. Hiába engedtem le meg föl, és akkor kérdeztem a gyártót, hogy mit szól ehhez? Jó ez a mérés? És hát, gondoltad, mennyi gondolkozt? És visszaíták, hogy igen, ez egy helyes mérés. Na most, hogyha egy 11 kilogrammos szerkezet 50 grammot változik
egy ilyen esetben, az egy óriási dolog. Az nagyon sok, az már szépen mérhető. És ugye kettőben van mérve, és összevág a kettő mérés, most nem akarom azt mutatni, de pontosan összevág a két, a lengés és a súly. Most honnan van az energia? Várjál, a súly alapján, hát ne legyünk pongyolák, súly erőről beszélünk, mert van a tömeg, a tehetetlenség, és a súly erő az két különböző. Igen, hogy kilogramban mér a mérőeszköz, de az alapvetően azt akar... Erőt mér, súly erőt, gravitációs erőt mér. Na most 50 gramm. A másik oldal 0,0 50 newtonnyi erőkülönbség. Igen, nekem igen, így van, bocsánat a pongyolaságért, de tehát elvisz a lelkesedés. A helyzet, igen. Na most, hol az energiaképződés? Ott van, hogyha lefogom, és nem egy liter csinálok, hanem sok liter, nem kell fókuszálni, hanem nagy térfogatot, nagy motorokkal, és nem engedem elmozdulni, akkor ez a konfliktus belül nem jelentkeznie kell, és miben jelentkezik? Hőben jelentkezik. És ha hőt felhasználom, akkor az meg energia, és önmagát tudja hajtani. Tehát van egy gravitációs, ami ingyen van a piramisnál is végül is, ami sok mindenre használt, de itt is ingyen van. A hidrogén csak addig kell önmagában külső energiával, amíg föl nem gyorsul, mert utána önmagát tudja már pótolni. Vagyis van egy ahogy hívva, antigravitációs, én meg úgy hívom, gravitációs, meg egy hidrogén kvantum hatás, amelyik ilyen eredményeket hoz, és hogyha ezt használni akarjuk, akkor nem kell más, csak csinálni egy gyorsítót, fókuszálni nem kell, ez 12 volttal működött, 1 liter, 50 grammot, 0,05 kilogramnak megfelelő súlyerőt. Igen, az már szignifikáns, tehát aki nagyon-nagyon figyel, néző, azok számára úgy földereng, hogy hát íme itt egy UFO hajtóműnek az alapelve, ami még nem szakítja át a plafont, de valahogy így kéne ebből elindulni, és ezt kéne tökéletesíteni, javítani ahhoz, hogy szaladgálhassunk nem csak a naprendszerbe, hanem legalább itt a tejútrendszerbe, különböző csillagok között, és ez az a fizika, ami elvezethet hát a repülőcsészaljakhoz például. De az energia háztartásunkban, ugye avval küzdünk, hogy tartjuk tisztán a rezsivel. Hát, meg a szennyeződéssel. És ehhez nem kellnek milliók egy ilyen kísérlethez. Ugye nekem nem kell hozzá, nem, házi eszközöket lehet használni ilyen kísérletnél. Most, hogyha ezt ipari méretekben elkezdjük használni, és ugye ezek a motorok is, ezek a hajtómotorok is komoly szerkezetek, azokat meg kell csinálni. Hogyha ez megvan, 13 hajtómotor van egyébként ahhoz, hogy ez meg kell. Ez egy tekercs, amit te motornak nevezel. Igen, az egy tekercs, de nem teljesen tekercs, hanem azért van benne valami, ami ezt a tolást ezt előidézi. És egyenárammal hajtod meg, vagy egyenárammal, valami? Egyenárammal, de működik váltóárammal is, csak egyenárammal, mert ugye a váltóáram az abban is működik. Abban is működik. De gondolom, ilyen impulzusokkal is működik. Igen. Tehát, hogyha ezt komolyan veszi a világ, és azért kezdtem a mutatásba elmondani azokat a dolgokat, amelyeket a relatíves elmélet és az egyéb dolgokkal, hogy ha elkezdjük úgy szemlélni a világunkat, ahogy most nem szemléljük, mert a részecske bázis elviszi a gondolkodást, és nagyon, én könnyen vagyok, mert én nem vagyok benne a hivatalos fizikában. Téged sehonnan nem lehet kirúgni. Nem lehet kirúgni. Így van. A publikálást lehet megtiltani, de hát azt a múltkor is 2 évvel ezelőtt bemutattam pár kötetedet, angol nyelven ez hozzáférhető. Igen. És sok más van, még ilyen
ilyen esemény, de azt, ahol nem akarom most az időt húzni, majd egy másik alkalommal a radioaktivitást lehet befolyásolni, ami szintén egy komoly ügy, egy komoly dolog. Zoli, még visszatérve, milyen olyan lehetőséget látsz ebbe a hidrogén gyorsítónak nevezett készülékbe, ami a teljesítményt, a hatást még növelni tudja? Tehát látsz-e te olyan műszaki megoldásokra lehetőséget, ami erősebbé, combosabbá teszi ezt a hatást? Hát ebbe ez segítség kell. Nyilván ez olyan téma, amelyikhez más közreműködőkre, új gondolatokra is szükség van. Ez egy alapgondolat, amelyiket lehet szükséges, hogy hozzátegyék a véleményük azok az okos emberek, akik ilyenekkel foglalkoznak. Most én elviszem ezt a hidrogén gyorsító energia témát a jövő éves Európai Hidrogén Konferenciára Madridba. És ott erről beszélni fogok bővebben, mert ez egy hidrogén társaságnak, Európai Hidrogén Associationnek a konferenciája. Majd izgalommal várom, hogy mi fog történni utána. Tehát ezek a kísérletek alapkísérletek. Okos emberek kellnek hozzá, akik bővebben látják ezt, és hozzá tudnak, meg tudják bírálni, tudnak kérdezni, csak foglalkozni kell vele, és komolyan kell venni. Hát minden esetre meglepő, és a videók nagyon érdekesek és meggyőzőek. Gondolom, hogyha valaki ezek után bekopogtat hozzád, hogy segítene, akkor partner vagy hozzá. Hogyne. A bozótharcosok mindig partnerek a bozóton kívüliekre. Igen. Hát, kedves nézők, körülbelül ennyi fért a mai adásba. Láthatták a Zoli kísérleti berendezését. Még ugye én sok mindent láttam már életemben, ami a tankönyveken kívül van. Ez, bár a Zolival én néha beszélgetek telefonon, ez még nekem is új volt. Nagyon javaslom önöknek, hogy nézzék meg többször is az adást, gondolkodjanak el a látottakon, hallottakon. Nem könnyű összerakni ezekből a mozaikokból ezt a jelenséget, és nagyon-nagyon kilóg a tankönyvekből az itt látott kísérlet sorozat, és ugye az én egyetlen reményem, amiatt készülnek ezek az adások, hogy a nézőket lehetőleg kilendítsük a komfort zónájukból, hogy azt a hitet megrengessük bennük, hogy ők ismerik és jól ismerik a világot. Nem, nagyon sok fehér folt van még, ami viszont nem csak fehér folt, hanem lehetőség, úgy is kell erre tekinteni, hogy mi mindent lehetne még megtalálni, felhasználni, milyen új lehetőségek vannak. Igen. És ilyen szempontból hát ez egy nagyon érdekes, izgalmas, potenciálisan, igen, hasznos kísérletsorozat volt, amit láttak. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégünk voltál. Remélem, hogy pár hónap múlva más témával, vagy még ezzel, de folytatni tudjuk. Jó, én köszönöm a meghívást, és örültem, hogy itt lehettem, és beszélhettem róla. Nézőktől pedig elbúcsúzunk, viszontlátásra.